Terrorkészültség Franciaországban, vadászpuskákkal és késekkel felszerelt férfit fogtak el Cannes-ban, aki éppen a belvárosba indult. A kormány a karácsonyi vásárokba, pályaudvarokra és forgalmas helyekre a katonaságot is kivezényelte. 3 nap alatt 3 támadás után. Rédli Balázs összefoglalója. Gépfegyveres katonák sétálnak a járókelők között ebben a párizsi karácsonyi vásárban. Reggelre egész Franciaországban szigorú óvintézkedéseket vezettek be az utóbbi napokban elkövetett támadások miatt. A kormány úgy döntött, hogy a hadseregre is szükség van, ezért jelentek meg a katonák a Champs-Élysées-n. Zone commerciale, centre-ville, a bevásárlóközpontokban, városközpontokban, állomásokon, tömegközlekedési csomópontokban már ott vannak a terror elhárítás emberei. A következő órákban csaknem 300 katonát is kivezénylünk, jelentette be délelőtt a francia miniszterelnök. Közben a kórházban meghalt a nánti gázolás egyik sérültje. 10 sérültek meg, amikor tegnap este egy autós a furgonjával belehajtott a tömegbe a belvárosban. A sofőr arabul azt kiabálta, hogy Allah Akbar, vagyis Allah hatalmas. Aztán megszúrta magát egy késsel. 3 nap alatt ez már a 3. hasonló eset Franciaországban. Vasárnap Dijonban hajtotta a járókelők közé egy férfi, és ugyanezt kiabálta. Akkor 11-en sérültek meg. Szombaton pedig egy nyugat-franciaországi város rendőrőrsére rontott be egy férfi. Ő is arabul kiabált, és több embert megsebesített késsel. Lelőtték. Sokkoló, ami eddig történt, és teljesen jogosan vált ki aggodalmat. Megvédjük a franciákat, és mindenkinek tudnia kell, hogy az állam összes rendvédelmi szervét mozgósítottuk, mondta a kormányfő. A hatóságok szerint nincs összefüggés a támadások között, de sokan azért aggódnak, mert az iszlám állam többször is Franciaország elleni támadásokat ígért. Rédli Balázs, Hír 24.